Ez itt az ATV híradója, mondjuk a legfrissebb híreket. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek! Tovább zuhant reggel a forint, nem sokkal adásunk előtt az euróért 323 forintot, a svájci frankért a tegnap esti majdnem 312 helyett már 317 forintot kell adni. A forint mély repülését az okozta, hogy a svájci nemzeti bank tegnap eltörölte az euró-frank árfolyam küszöböt, amelyet 5 éve vezetett be gazdaságának védelme érdekében. Tegnap napközben 450 forintért is kínáltak egy svájci frankot a belváros több pénzváltójában is. Az egyes helyek között azonban akár 100 forintos különbség is lehet. A lakáshiteleket ugyan megvédi a hatalmas árfolyam ingadozástól a rögzített árfolyam, az autóhitelek viszont akár 20%-kal is drágulhatnak a leasing szövetség főtitkára szerint. Ez a szám abban az esetben igaz, ha a svájci frank a mostani 300 forint körüli árfolyamon marad. A Magyar Leasing Szövetség főtitkára szerint 250 ezer olyan autós van, akinek svájci frank alapú hitel vagy leasing szerződése van. A változás a következő csekk érkezésekor fog jelentkezni a legtöbb ügyfélnél. Amekkora lesz, akkor a svájci franknak az árfolyama, hogyha mondjuk 20%-kal magasabb marad akkor is az árfolyam, akkor ennyivel fog körülbelül nőni a havi törlesztő részlet is. Kitálalt Illés Zoltán volt környezetvédelmi államtitkár Start című műsorunkban. Illés szerint a Fideszben úgy gondolkodnak a környezetvédelemről, hogy az a gazdaság hátráltatója igazából baloldali ügy és egyébként is a gazdag országok játékszere. A volt államtitkár egyébként elmondta, hogy amikor megszűnt az önálló környezetvédelmi államtitkárság, felajánlották neki, hogy legyen dél-afrikai nagykövet. Fölajánlották, hogy elmehetek dél-afrikai nagykövetnek. Az nem jó? Hát miközben a környezetvédelemhez. A világon semmi. Természetesen. De milyen jó a pozíció? Hát, de Dél-Afrika gyönyörű, a pozíció határozza meg az embert, vagy pedig azok az ügyek, amelyekért kiáll. Tehát én 30-40 évemet tettem bele, és nem engedem meg, hogy valakit parafrazáljak, egy nálam sokkal befolyásosabb embert, hogy nem engedem meg, hogy az elmúlt 25-30 évemet tönkre tegyék. Magyarul én nyakkendőben, vagy nyakkendő nélkül is környezetvédő vagyok. Ma kezdődik Biszku Béla másodfokú pere, a 93 éves egykori belügyminisztert az 1956-os forradalmat követő megtorlások kapcsán háborús büntet, valamint a kommunista rendszer bűneinek nyilvános tagadása miatt első fokon 5,5 év börtönre ítélték. Az ügyes súlyosabb minősítésért és életfogytiktartó fegyházbüntetésért fellebbezett. A bíróság elsőfokú ítélete szerint Biszku Béla felbújtóként felelőssé tehető a salgótarjáni sortűz kapcsán több ember haláláért. Az ítélet szerint a kommunista bűnök tagadása is megtörtént, mikor Biszku 2010-ben egy interjúban ellenforradalomnak nevezte 56-ot. A megtorlásokról pedig azt mondta, hogy ezekről független bíróság ítélkezett. Két fegyveres meghalt, egy pedig megsebesült egy terrorellenes akcióban egy kelet-belgiumi városban. A hatóságok több embert letartóztattak. Hivatalos források megerősítették, hogy biztosan dzsihádista ellenes akció volt. A BBC szerint Verviers belvárosában a vasúti pályaudvar környékén 3 robbanás történt. Ezután a fegyveresek tüzet nyitottak a rendőrökre. A belga államügyész szóvivője azt mondta, összesen több mint 10 akciót hajtottak végre terrorgyanús csoportok ellen. Üzletet próbálnak csinálni a Zsöszvi Charlie, vagyis Én is Charlie vagyok feliratból. A francia terrortámadáshoz kapcsolódó üzenetet az elmúlt héten 7 milliószor osztották meg. Az ábra népszerűsége miatt pedig már több mint 50-en próbálták azt levédetni. A Zsöszvi Charlie megalkotója, egy divatmagazin újságírója azt nyilatkozta, nem akarja, hogy bárki is birtokolja a szlogent, csak azt szeretné, hogy az üzenet tiszta maradjon. Most jogászok próbálják megakadályozni, hogy bárki üzletet csináljon a Zsöszvi Charlie-ból. Most pedig péntek lévén sokan útra kelnek, nézzük, mi a helyzet a vasúti közlekedésben. Jó reggelt kívánok a televízió nézőknek! Az ország vasútvonalain jók a közlekedés feltételei. Rendkívüli esemény sehol nem befolyásolja a vonatok menetrend szerinti közlekedését, így nagyobb belföldi és nemzetközi késésről sem kaptunk jelentést. A MÁV számos vonalán végeznek felújítási és karbantartási munkát. Az esztergomi vonalon Árpád híd Pilis Csaba,
A Dél-Balatonin Siófok Szántóbb-Körösegy között vonatpótló autóbuszra is át kell szállni az utasoknak. A keleti pályaudvarnál a kerepesi híd átépítése miatt március 6-áig néhány vonat kiindulási és célállomása megváltozott. Elutazás előtt célszerű előre tájékozódni a weboldalakon, valamint a MÁV Direkt helyi tarifával hívható kék számán. Köszönöm, hogy figyeltek rám, kellemes utazást kívánok a Vasúttársaság vonatai. És mi is köszönjük, hogy figyeltek ránk, ez volt az ATV reggeli utolsó hírösszefoglalója, legyen nagyon kellemes napjuk, viszontlátásra!